Köszönöm felhívni a figyelmeteket, hogy olyan szemben is érdemes nézni ezeket az előadásokat, hogy a problémák, amik itt megjelennek, abból vajon mi az, amit a főváros tud kezelni, meg megoldani, és mi az, amit az állam és a kormányzat tudna kezelni. Szerintem érdekes azért ezt látni, hogy azért a fővárosnak viszonylag kevés a mozgástere abban, hogy itt változást érjen el. És akkor most Ferenczi Katalin fogja ismertetni azt, hogy a nem drogspecifikus ellátásban dolgozó emberek hogyan látják a fővárosi droghelyzetet. Annak érdekében, hogy a diskurzusra is maradjon idő, megpróbálom minél rövidebben összefoglalni ezeket a tapasztalatainkat, amelyek ugye, hogy mondjam, állandó jellegű egy ilyen tükör formátumot követ, amit csináltunk, mert hogy ugye Borinak az előadása ugye az ellátórendszer feltérképezéséről szólt kvantitatív eszközökkel. Mi nem csináltunk a nem drogspecifikus ellátást nyújtó szolgáltatók körében kvantitatív vizsgálatot, ami módszeresen feltárta volna, hogy mik lennének az elérhető szolgáltatások a fővárosban, hanem mi ugye a nem drogspecifikus ellátást nyújtó vagy abban résztvevő szolgáltatóknak a percepcióival foglalkoztunk elsősorban, és most erről próbálok röviden beszámolni. Tehát ahogy ezt a Bori már említett, hogy ez egy kétfázisú adatgyűjtés volt, vagy kutatási tevékenység volt, az első fázisban már meglévő adatoknak a budapesti hangsúlyú elemzésére került sor, a második fázisban pedig tulajdonképpen új kutatások, és amiről most szó van, a nem drogspecifikus ellátást nyújtó, nem látjuk, nem drogspecifikus ellátást nyújtó intézmények köré, ben folytott, igen, megtaláltam, kutatások tapasztalatairól fogok beszélni. A tematika az itt látható, mire is fókuszáltak a mi kérdéseink, tehát hogy miképpen percipiálják a nem drogspecifikus ellátást nyújtó egészségügyi, szociális ellátások, valamint az oktatási terület, a fővárosi kefek, illetőleg a fővárosi kábítószerügyi egyeztető fórumban döntéshozói pozícióban lévő kollégák miként percipiálják a problémákat, az ellátásokban megjelenő személyek szükségletét miképpen percipiálják, mit gondolnak, hogy mik a problémakezelés akadályozói tényezői, mit lehetne tenni az eredményesebb problémakezelés érdekében, és mi lenne a vágyott jövőkép, amit szeretnének elérni. Fókuszcsoportokat és egy-két esetben interjút a nem drogspecifikus egészségügyi ellátások esetében interjúk megszervezésére került sor, a nyert adatokat tartalomelemzéssel dolgoztuk fel. Itt látható, hogy milyen, kik voltak a résztvevői a kutatásnak, tehát milyen jellegű területekről jöttek, tehát családi és gyermekjólét, szociális ellátórendszer egyéb szegmenseiből, hajléktalan ellátásból, egészségügyi ellátásból, oktatási szegmensből. Itt két célcsoportunk volt, részben iskolai segítők, részben pedig az iskolai igazgatók, a budapesti kerületi kefek képviselői, illetve fővárosi döntéshozók, tehát így állt össze tulajdonképpen az a szakértői kör, ahol ezeket a tájékozódásokat végeztük. Milyen eredményeket kaptunk, és akkor most itt összefoglaló jelleggel beszélek a nem drogspecifikus ellátásokat nyújtó különböző szereplőknek a probléma percepcióiról, illetőleg, hogy milyen jövőképet tudtak megfogalmazni. Tehát a problémák területén elsősorban az a meglátás, vagy az a percepció fogalmazódott meg, miszerint az illegális szereknél a legális szerek lényegesen jelentékenyebb problémát jelentenek. Ebben mind az egészségügyi, mind a szociális szegmens szereplői egyetértettek. A kábítószerek használata döntően rejtett marad ezen szolgáltatói körben, és a problémák soha nem önmagukban jelennek meg, hanem valamilyen más probléma ajánlattal élnek a kliensek, akik megjelennek ezekben a szolgáltatásokban. Ugyanakkor úgy tapasztalták a szakemberek, hogy az új típusú pszichoaktív anyagok továbbra is jelen vannak. A szerhasználattal kapcsolatos problémákat leginkább a gyermekvédelmi szakellátás és a
hajléktalan ellátás percipiálta, rendkívül sok problémáról, kapcsolódási nehézségről, továbbirányítási nehézségről, kompetencia hirányról, és nézek Szétség Judit kolléganőmre, aki bátran és bármelyik pillanatban ki tudja egészíteni minden egyes mondatomat. Milyen jellegű feladatokat láttak maguk előtt, elsősorban megoldandó feladatok a megkérdezett szakemberek. Itt ugye lévén, hogy ők nem specifikus ellátásokat biztosítottak, ezért ők elsősorban a továbbirányításnak a problémájával szembesültek, hogyan tudják a klienseket specifikus ellátások irányába kanalizálni, és a gyermekjóléti intézmények pedig ugye szembesültek azzal, hogy nekik elvileg iskolai prevenciós feladatokat is el kellene látniuk, holott erre mondjuk eredetileg nem erre szerződtek föltétlenül. Milyen nehézségeket akadályokat azonosítottak, hasonlóan ahhoz, amit Petrától hallottunk, hogy a kliens, ugye Petra azt mondta, hogy kihívást jelent a kliensek motiváltságának hosszú távú fenntartása tekintettel a várólistákra. Itt a mi általunk megszólaltatott szakemberek, azok általában a kliensek motiválatlanságáról beszélnek, ami érthető, hiszen ők ugye olyan ellátásokban jelennek meg, amelyek nem drogspecifikus ellátások, hanem a lakhatási válsággal, hajléktalansággal, egyéb problémákkal kapcsolatos ügyek miatt jelennek meg az ellátó rendszerben, aminek vagy kísérő jelenségeként, vagy pedig megalapozójaként ott vannak az addiktológiai zavarok. A szakemberek eszköztelenséget és inkompetenciát érzékelnek önmagukon és saját köreikben, úgy értelmezik, hogy sem a családi, sem a társadalmi, sem a politikai környezet nem támogató, a problémakör mint olyan stigmatizált, a szerhasználathoz kapcsolódó ellátórendszer töredezett és hiányos, kapacitása nem kielégítő, ez is már ugye a specifikus ellátásokkal összefüggésben megfogalmazódott. Itt is megjelenik a szakember hiány, és itt nagyon erőteljesen nem csak az iskolai szegmensben, hanem az egyéb ellátási modalitásoknál is megjelenik az iskolai prevenciós programok fájó hiányára történő utalás, illetőleg, hogy a futó beavatkozásoknak a szakmai színvonala megkérdőjelezhető. Az adatgyűjtés során egyébként nem pusztán csak fókuszcsoportos beszélgetések zajlottak, hanem ilyen minikérdőíveket is használtunk annak érdekében, hogy facilitáljuk a diskurzusokat, és az egyik ilyen kis kérdőív arra vonatkozott, hogy mennyire okoz problémát az adott szer használata az adott szakértői körben, és akkor láthatjuk, hogy ugye első helyen leginkább az alkoholt, az alkohol nyugtató, dohányzás, és csak utána negyedik helyen jelenik meg a szintetikus kanabinoidok, az említése, tehát hogy itt ugye ez nem darabszámokat jelent, hanem hogy milyen volumenűnek ítélik a különböző szerekhez kapcsolódó problémákat az adott szakértői körben. Mi akadályozza leginkább a hatásos beavatkozásokat, itt pedig ugye hányan említették az adott akadályozó tényezőt, és érdekes módon első helyen itt a szerhasználatban érintettek motiválatlanságára hivatkoznak, majd következik az ellátórendszer nem kielégítő kapacitása, a specifikus ismereteknek a hiánya, látja minden kedves résztvevő, hogy mik voltak az említések, és érdekes módon nem az első helyen jelenik meg a forrás hiány, hanem az 1, 2, 3, 4, 5. helyen említik a kevés pénz, források hiánya és a szerhasználathoz kapcsolódó szolgáltatásokban. Milyen igényeket, javaslatokat fogalmaznak meg? Ez ugye közvetlenül kellett volna, vagy informálta is talán a drogstratégia alkotásnak a folyamatát, hogy ez az intézményi kataszter, adatbázis a különböző elérhető szolgáltatásokról, jól használható, felhasználható barát, olyan szempontok mentén kereshető, ahogyan a szakemberek gondolkodnak, tudástár, gyakorlatban használható különböző segédanyagokkal, addiktológiai szakemberek foglalkoztatása kerületi vagy fővárosi szinten, tehát legyen gazdája a területnek a főváros szintjén, képzés, esetmegbeszélés és ilyen ügyek, ellátásfejlesztés, és érdekes módon a szemléletformálás és ide vonatkozó kampányok is, mint szükségletek megfogalmazódtak. És a főváros felé egyértelmű elvárásként fogalmazódik meg, hogy a főváros kezdeményezzen egyeztetéseket kormányzati szinten is, lobbizzon a terület jobb ellátottsága, a jogszabályok megváltoztatása és az iskolai prevenció érdekében.
Az oktatási szegmens, mint láttátok, ott ugye két különböző szakértői kör került megkérdezésre, de ezeknek a tapasztalatait egy összegző jelleggel ismertetem. Nagyon hasonló, mint amit a korábbiakban már elmondtunk. Legális szerek, mik a problémák, legális szerek, amik sokkal inkább jelen vannak, mint az illegális szerek, új szerek, mint például a snus, illegális szerek, mint mondották, kevésbé látszanak, használatuk nem az iskolában történik, az iskolai prevenció fájóan hiányzik, színvonal a problematikus, rendőr, leátszerhasználó, akik ezeket a beavatkozásokat megvalósítják, a tanárok nem kellő mértékben hitelesek, nem megfelelő a prevenciós tevékenység jogszabályi környezete, a szakemberek körében kompetenciahiány, ismeretek hiánya, nem ismerik a pedagógusok, illetve az iskolai személyzet az intézményrendszert, amely adekvát lenne, hogy oda problematikus eseteket irányítsanak. Nem tudják, hogy mik a megfelelő szolgáltatás, és úgy tapasztalják, hogy nincs támogató környezet. Igen, ez feladatként, különösen érdekes volt, hogy megfogalmazódott az az igény, hogy nem drogspecifikus prevenciós beavatkozásokat kellene az iskolai szintéren alkalmazni, hanem olyan komplexebb programokat, amelynek egyik eleme lehetne a kábítószer problémában, vagy az addiktív zavarokkal kapcsolatos bármilyen fajta tevékenység, de hogy a szerhasználat prevenciójának komplex program keretében kéne megvalósulnia, és megfogalmazódott probléma gyanánt, vagy hogy mondjam, feladatként, hogy ugye az iskolában jelen vannak a szociális segítők, meg az iskolapszichológusok, meg mindenféle egyéb ilyen szakember, de hogy ők jelen pillanatban még nem felkészültek kellőképpen a feladatra, ugyanakkor érzik, hogy ez a feladat az övék lenne. És akkor ez tulajdonképpen csak annak a még redundánsabb megfogalmazása, amit a korábbiakban mondtam, hogy mi mennyire okoz problémát. Ez szinte teljes mértékben ugyanaz a fontossági sorrend, mint amit a korábbiakban a szociális és az egészségügyi gyermekjóléti szegmensből származó információk alapján megállapítottunk. Legfeljebb a sorrendben van egy picike különbség, az együttműködéseknek a hiányát, azt nagyon erőteljesen nehezményezték az oktatási szegmens szereplői, de hát ez tulajdonképpen nagyon hasonló mindahhoz, amit már a korábbiakban elmondtam. Milyen javaslatokat és igényeket fogalmaztak meg, hogy az együttműködések, ismeretek bővítése, módszertani segítség, hatékonyságvizsgálatok a prevenciós programokkal kapcsolatban, intézményi kataszter, támogató szakemberek jelenlétének a növelése, és érdekes módon ez ismételten felmerül, ez a kortárs segítő képzése. Azért mondom, hogy érdekes módon, mert hogy újabban ugye a prevenciós tevékenységgel összefüggő szakirodalom egyre inkább, hát hogy mondjam, aggályos ezzel kapcsolatban, hogy a kortárs segítők azok bármennyivel is jobbak lennének, mint a nem kortárs segítők. De hát ez ugye mi hosszú éveken keresztül úgy gondoltuk, és ezt széles körben is terjesztettük, hogy a kortárs segítők és a kortárs oktatók azok nagyon hasznos szereplői ennek a prevenciós szintérnek. És akkor utána volt egy olyan diskurzus, amikor megpróbáltuk a fővárosi döntéshozók és a kerületi KEFEK képviselőinek a percepcióit valahogy egymással viszonyba hozni, de az idő rövidségére való tekintettel ettől eltekintenék, hogy mindezt bemutassam. Talán ezt a jövőképet érdemes megnézni, hogy a fővárosi vezetők azok milyen jövőképet azonosítottak, ők azt szerették volna, tehát nem voltak nagyon ambiciózusak, talán azt mondhatjuk, nem voltak túl ambiciózusak, azt mondták, hogy az addiktológiai problémák kerüljenek bele a társadalmi közbeszédbe. Tulajdonképpen ezt elértük, hála a drogkutató intézetnek szerintem ez jól ment, és hogy legyen egy fenntartható fővárosi szinten összehangolt működés a kerületek számára, és legyen hasznos a budapesti kábítószerügyi egyeztető fórum. Ezt nem tudom, hogy ezt majd meglátjuk, hogy ez visszaigazolódik-e, és ehhez képest a kerületek azok meglehetősen sok követelést, vagy hogy mondjam, a jövőkép több elemből tevődik össze, fővárosi szinten koordinált és elérhető, teljes spektrumot lefedő ellátórendszert akarnak, szolidaritáson alapuló teherviselést, koordinált formában működő pszichiátriai ellátást, ártalomcsökkentő célú fejlesztéseket és nyílt társadalmi diskurzust.
Csak ennyit. Ennyit akartak a fővárosi kefek, és én nagyon elégedett voltam velük, hogy ők ennyi mindent akarnak. Köszönöm szépen, és bocsánat, hogy ilyen bőbeszédű voltam.